Sziasztok! Az előttünk álló blokkokban a Leányka úti kampuszon nézünk szét, hogy idén hogyan is zajlik a kutatók éjszakája. Bejárjuk a C épületet, a D épületet, aztán a délután folyamán ellátogatunk a Szentmajrai Tibor Városi Stadionban, ahol a tudós maraton is részt fogunk venni. Hát amit látható mögöttem, éppen az egzotikus állatokkal lehet megismerkedni. Én már elkezdtem az ismerkedést. Remélhetőleg látnak még kedves nézőink tőlem interjúkat a nap folyamán. Nézzük, hogy mi történt a Leányka úti kampuszon. Itt mit láttok, gyerekek? Milyen kígyó ez? Kígyó. Hát nem tudjuk. Milyen kígyó? Megtudhatjuk, milyen kígyó van a kezedben? Gabonasikló a snow színváltozat. És a nyakban? A nyakban egy vörös királysikló. És a kézben? Ez egy szudáni páncélosgyik. Hogy hívják? Hát nincs neve, nincs elnevezve. Nektek lányok melyik tetszik eddig a legjobban? A nagy kígyó. A nagy kígyó? Volt már a nyakadban? Igen. Igen? Igen. És nem féltél? Nem. Nektek volt már a nyakatokban a kígyó lányok? Nem. És szeretnétek majd felvenni? Hát majd igen. Félek tőle, de szerintem igen a nyakam. De nem fog rád pisilni? Ugye, attól félsz? Nem attól félek. Ha nem? Hanem, hogy megharap. Tudom, hogy nem. De nem harap meg. Nekem már volt a nyakamban és nagyon barátságos volt. Hát igen. Nekem is volt már, csak most megijedtem tőle. Akkor összeszeded a bátorságod és berakjuk a nyakadba? Igen. Na akkor nézzük meg. Na, milyen érzés? Hát jó, nehéz eléggé. Igen, lehúzza a nyakad? Itt vagyunk az Eszterházy Károly D épület előtt, ahol a kutatók éjszakája program keretein belül számos biológiai témájú előadáson vehettek részt a látogatók. Az egyik leglátogatottabb program az Exotikus Állatok nevezetű esemény volt, ahol az érdeklődők megsimogathatták, valamint kézbe is vehették a különleges élőlényeket. A gyerekek nagy örömére kígyókat is meg lehetett tekinteni test közelből, illetve egy-egy fotó erejére a nyakukba is vehették a jelenlévő legnagyobb hüllőt, a boát. Nagy érdeklődéssel szoktunk találkozni, szerencsére sok ember van, akit érdekelnek ezek a különleges, egzotikus állatok. Kígyókat is egyre többen szeretnék megismerni, az előadások alatt is szoktak föltenni kérdéseket, amire nagyon szívesen válaszolunk. Kutatók éjszakája, mint programsorozat azért hasznos szerintem, hogy sok ismeretet szereznek a diákok és az érdeklődők olyan dolgokról, amivel nem minden nap találkozhatnak. Veszélyes állatokat is láthattak a vendégek, melyek tőlük biztonságosan elzárva terráriumban foglaltak helyet.